Sziasztok! Itt mögöttem több szigetelőanyag is hever, ami annak köszönhető, hogy hamarosan a tetőt fogom, pontosabban a padlás födémet fogom szigetelni, készülve a téli fűtési szezonra, de még előtte szeretném nektek bemutatni az őszi kertemet, egyfajta garden tour jelleggel. Beálljuk a kertemet, megnézzük, hogy éppen mi terem, vagy mi fog még teremni, illetve mik még az őszi terveim. Remélem, titeket is érdekelni fog. Gyertek! Tartsatok velem! Az első ilyen helyszín a szedreim, amik idén tavasszal lettek átültetve, de ahogy látjátok, így néznek ki. A különböző vaskarókhoz vannak támaszva, vagy később ebben kikötve, hogyha majd a következő ciklusban nagyobb elánnal fognak növekedni. A termés egy részét fennhagytuk, de még leszedhetőek, mert nem ért meg teljes mértékben. Ami még érdekesség, hogy ezeket a töveket teljesen gyökeresen kiszedtem onnan. Erről majd lesz külön videó a YouTube csatornámon, és a talajban maradt gyökerek, azok viszont kinőttek, és konkrétan egy teljesen új növény kaptam. Tehát ezeket is majd most ősszel át fogom innen ültetni, ide a kerítés mellé, ahol meg fogják találni új hazájukat. És már el is érkeztünk a fügémhez, amit az interneten nagyon sokan láttak, főként a TikTokon, meg a YouTube Shortson is. Rendszeresen bemutattam a növénynek a gondozását, illetve hogy mikor érik éppen a füge, és ezzel is ösztönözve az embereket, hogy ilyen bokrot mindenképpen ültessenek otthonra, mert szinte ingyen van, és nagyon, nagyon szépen folyamatosan terem, és a klíma, amivé válik Magyarország klímája, egyre jobban kedvez neki. Még most is a hűvösebb idő beálltával is van rajta szép gyümölcsök, csak sajnos nem olyan mértékben érik meg, mint korábban a nagy melegben, mert igazából csak felszívja magát vízzel és szétreped, illetve mellette folyamatosan eszik a lódarazsak is. Itt mutatnék is egyet, ami éppen itt zabálja azt a kis fügét, ott bent, ott a falevélnél. Vigyázni kell velük, mert hát a csípésük nem a legkellemesebb. Vannak emberek, akik rájuk nagyon allergiásak, és akár halálokat is lelhetik egy ilyen típusú találkozásban, amikor a fügéhez nyúlsz, levennéd a fügét, és éppen megcsíp kezeden ez a szerencsétlen lódarázs, aki csak védekezni akar. Ha már lódarazsakról van szó, akkor tudunk ellenük védekezni, méghozzá csapdákkal. Ha nem tesszük meg, és elszaporodnak a kertünkben, akkor lezabálják a fáról a gyümölcseinket, és hiába dolgoztunk a termésekkel egész évben, mindent megesznek a lódarazsak, ellenük csapdával tudunk védekezni. Mutatnék is, milyen egy csapdám. Így néz ki a csapda, a PET plusz kváza, belseje a lódarazsaknak a végzetet jelenti. Ilyen csapdák készítéséről majd lesz videó a csatornámon. Kövessetek be, hogy ne maradjatok le róla. Tovább haladva elérjük az olasz nádunkat, ami itten magasodik a kertünk oldalában. Ez is egy szép példánya így a kertemnek. Amellett, hogy ránőtt a komló is, egyszerűen mindenre ráfekszik, rátelepül, és minden más növényt így elfolyt, megfolyt. Ilyen például a kanadai aranyvesző, amit most tavasszal ültettem át. Erről itt oldalt láthattok egy kis videót, amit majd elértek a TikTok csatornámon, illetve a YouTube Shortson is. És nézzünk tovább hátra a kertbe, vagyis az előkertbe, ahol gyümölcsfák vannak. De ha még több tartalma vágysz, gyere inkább TikTokra és kövess be ott is! Ahol sok jó fej embernek készítem az oktató, szemléletformáló és azt mondják vicces videóimat. Itt érünk el a gyümölcsösbe. Itt van az almafánk, itt egy barasztfa van, alatta szőlők, de ahogy látjátok, varrat a termés, kicsit gazos az közötte, de ez attól van, hogy meghagytam, hogy egy kicsit árnyékosabb legyen a számokra a talaj. És ezek után, ha hátrébb megyünk, így be a gyümölcsösbe, a körtefánk, ez a vilmos körténk, így pont a telek határon. Ezen volt több gyümölcs is, csak hát a lódarazsak kissé lezabálták, 15-ből maradt 5 darab számunkra. Haladva tovább, egyből találkozunk a korai cseresznyefánkkal, amit tavasszal gajasztam le, illetve metszettem meg. Látjátok, pont itt a közepéből hiányzik is
jó pár ág. Ez azért volt, mert nagyon magasra nőtt, és ezért muszáj volt már levágni, mert nem tudtuk volna leszedni a gyümölcsöket. Erről éppen most láthattok egy videót is, hogy hogyan vágtam azt le. De haladjunk is tovább, és egyből itt előttem terem egy barackfa. Sajnos ez a barackfa halálán van. Ahogy látjátok, az ágai tele vannak sebekkel, pontosabban ilyen mézgásodással. Ezeket ki lehetne vágni egyenként, ezeket a sebeket, de alapvetően annyira sebes már ez a fa, hogy valószínűleg most ősszel ki is fogom vágni, és sajnos nem csak őt, hanem itt mellettünk, vagy mellette lévő másik kollégáját is teljes mértékben elkezdett úgymond vérezni, mézgásodni, és ezt sajnos azzal lehet csak megoldani, hogyha kivágjuk. Legalábbis akitől kérdeztem, mindenki ezt mondta, hogy ezeket a fákat mindenképpen távolítsam el a kertemből, és ültessek helyette másikat, de előtte mindenképpen a talajt fertőtlenítsem le, nehogy valami betegséget a következő fa vagy facsoport emiatt kapjon el. De menjünk tovább. Amit érdekes még itt, mindenképpen megemlítenem a konyhakertem előtt az a diófánk, ami szépen magasodik föl az égbe. Szép nagy, rengeteg dió van rajta, sajnos egy jó része fekete. Hiába tettem alatta talajfertőtlenítést, illetve hiába tettem ki sárga lapokat, ott még látszik is. Ami jelzésértékben megtalálta a dióburok furó legyeket, de viszont nem csökkentette annak számát. Erről több videóm is készült a YouTube-ra, TikTok-ra, hogy hogyan is tehetünk annak érdekében, hogy minél kevesebb dióburok furó legyen, találkozzunk. És már majdnem bent is vagyunk a konyhakertemben, de még előtte bemutattam nektek a körtefámat, ami itt van, pont a diófa mellett. Ez a fa nagyon szépen termett idén, nagyon sok körtét tudtam róla leszüretelni. Gyertek velem körtét szüretelni! Idei termés gyönyörű lett, amire a lódarazsak is rárepültek. Ellenük csapdával védekeztem, így volt mit leszüretelnem. Ahogy látjátok, most már így néz ki leszedett termések nélkül, és de láthattok most bevágva egy-két olyan videót, amikor még voltak rajta termések, és ezeket a körtéket szépen beraktam a kamrába, utóéréssel fogyasztottuk el, tehát ott szépen megérett, félig éretten szedtük le, és úgy szépen megérett utána. De akkor most következzék a konyhakertem, elhagyva a gyümölcsös kertet, haladjunk előre. Megmondom őszintén, nem vagyok rá büszke, hogy idén milyen lett a kertészkedésem. Igaz, sok TikTok, illetve YouTube Shorts videókban bemutattam, hogyan kertészkedjünk, de ez rengeteg időt elvett, illetve ugye lecsapott az aszály is, emellett, munka mellett azért nem volt annyi időm, főként, hogy TikTokos, még YouTube-os kis videókat is csináltam, ahogy már említettem, de maga a történet nem annyira rossz, ahogy az látszik, vagy ahogy most így beharangoztam. Bízom benne, nektek is tetszeni fog. Tehát akkor nézzük meg, hogy most mi fog még beérni, illetve mi érik most pontosan a kertemben, a konyhakertemben. Hát tessék, lássék, így néz ki. Amit már fontos a legelén leszögeznem, a kertem két szintből áll, van ez az alsó, és van az a fenti szintje. Ezt úgy kell elképzelnetek, hogy ez a fönti rész alapvetően egy bucka volt, és lefele lejtett, és úgy alakítottam ki a kertemet, hogy ketté választottam, két szintet hoztam létre, és hogy látjátok, itt van egy téglasor, ami így elválaszza a kertemet kb. Középen. Ennek többek közt az a lényege, hogy felossza a kertemet két szintre, illetve a mikroklímáján is javítson. És ahogy látjátok, szerintem jól néz ki, mert részben tégla hulladék, tehát téglákból raktam össze, tégla újrahasznosítást végeztem, vagy újragondolást, és itt bármilyen habarcs nélkül egymásra tettem a téglákat, ami megtámaszza oldalról a föld, illetve lent egymásra rakodva megtartják az ott lévő földet. Nem fog ledőlni, nem mozog, ott van a helyén, rá is lehet ülni, de alapvetően funkcióját ellátja. Emellett meg a szokásos kultúrnövényeket ültettem el, például paradicsom, rengeteg céklát, elvétve egy-két karalábé,
sőt, még lepusztult uborka is van. Többféle paprikát, például tévépaprikát, csípős paprikát, és még csípősebb csili paprikát. De ne feledkezzünk meg a személyes kedvencemről, az édes, lédús alma paprikáról sem. Emellett még ültettem többféle más növényt is, például padlizsánt, aminek terméseit itt láthatjátok. Már éppen megérett, jó lenne leszedni, finom padlizsánkrémet készíteni belőle, vagy más finomságot, például a panírozott verziót is nagyon szeretem. Írjátok meg nekem kommentben, hogy mit szerette készíteni a padlizsánból. De ne feledkezzünk el az úgynevezett riasztó növényekről, ami a különböző kártevőket riassza el, ilyen például a bársonyka, amit büdöskének is szoktak nevezni, de ami idén nagyon bevált nekem a poloskák ellen, az nem más volt, mint a körömvirág. Ami még szomorú volt ebben az évben, hogy tavasszal átültettem a málnásomat, vagy a málnát, és sajnos kiégett. Itt látjátok, ebben a sávban végig egy csíkban volt, és csak a legelején maradt meg a körtefa árnyékában a málna. Itt sajnos nem volt kellő mennyiségű árnyék. Legközelebb vagy jövőre, hogyha úgy adódik és újra telepítem, akkor majd árnyékolót fogok használni annak érdekében, hogy a napsugarai ne égessék szét ez a szerencsétlen növényt. De még a konyhakertemben is vannak gyümölcsfák. Ilyen, ami ott van mögöttem, az a körtefa, amit még télen ki akartam vágni, de tavasszal meggondoltam magam, és még videót is csináltam róla. Szerintetek öreg körte, vén körte? Miért is kérdezem ezt tőletek? Pár hete még úgy terveztem, hogy kivágom ezt az öreg körtefát, mivel tele van sebekkel, elszáradt ágakkal, ami miatt meg sem metszettem, sőt még a veteményesem útjában is áll. Ennek ellenére ő lett a kertünk legvirágosabb fája tavasszal. Hogy majd le fogom gajazni, meg fogom metszeni, és erről majd lesz egy YouTube videó is, amit most ismét megígérek. Jövő tavasszal nézzétek meg a csatornámon annak a fának a metszését. De még most ősszel is több videóm is lesz itt a YouTube csatornámon, méghozzá a komposztálás tudományába szeretnék jobban elmélyülni, illetve komposztárót is fogok ide építeni. Az egyik ilyen helyszín ez lesz ittni. Itt már összegyűjtöttem a zöld hadék egy java részét, és ide fogom a kisház, illetve a diófa árnyékába, vagy pontosabban a kettő objektum közé építeni a komposztálomat. Igaz, ezt még nem döntöttem el, hogy milyen fajta komposztálót fogok építeni, de azt már ti is meg fogjátok tudni, ahogy a csatornámon több komposztálással kapcsolatos, illetve komposztáló építéssel kapcsolatos videóm is van. Nézzétek meg, hogyha nem tettétek volna meg, ide föntre egyiket be is teszem. A komposztálás mellett más őszi praktikákat is meg fogok itt osztani a YouTube csatornámon, méghozzá például a diófa gondozását, őszi gondozását, amikor ugye metszeni kell a diófát, illetve már most tudunk készülni a jövő évi dióburok furó légynek a pusztítására, vagy pontosabban annak a megelőzésére, és erről is lesznek videók, illetve hogyha ezek érdekesek számotokra, akkor mindenképpen kövessetek be, hisz tudjátok, nélkületek nem sikerülhet. Ami még ezért fontos lenne, hogy írjatok kommenteket, kérdezzetek nyugodtan, illetve mit hiányoltok még a kertemből, azt kérlek írjátok meg nekem, mert akkor lehet jövő évben majd telepíteni fogom, és ebbe viszont rátok számítok, hogy mit ültessek még szerintetek, illetve lájkoljátok vagy diszlájkoljátok ezt a videót, ahogy tetszik, hisz tudjátok, ahogy már mondtam, nélkületek nem sikerülhet. Sziasztok! Ha szeretnél segíteni nekem, hogy minél több szemléletforró cikket és zöld videótartalmat készítsek, akkor támogass engem a Szevenyi Péter Patreon oldalamon keresztül, link a videó leírásában, és köszönöm! Továbbá vállalom iskolák, közintézmények, cégek részére környezetvédelemmel kapcsolatos interaktív előadások megtartását, akár online is. Pár téma címszavakban: hulladékmentesség, cégiződítés, zöld marketing, edukációs kampányok és programok szervezése. További részletek a peterszelenyi.com-on és a videó leírásában.